Köszöntöm Önöket, itt az Esti Mérlegben folytatódik az elmúlt napokban, hetekben látható sorozatunk, amelyben megismerhetik Fejér megye országgyűlési képviselőit. Stúdiónk mai vendége Elsimon László, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor mondhatjuk azt, hogy mozgalmas és dinamikus időszak volt a Velencei tó környékének, és hát nyilván az országnak az életében is ez az elmúlt néhány év. Ön hogy látja a tó környékén, mi az, ami mindenképpen megváltozott? Két ciklust kormányzott a második és harmadik Orbán kormány. Ebben a 8 évben nagyon sok minden történt valóban a mi életünkben is, a Velencei tó környékének fejlesztéseiben is, és hát az egész országnak a sorsa olyan irányba alakult, változott, amire nem is számítottunk volna 8 évvel ezelőtt. Ha kifejezetten a mi tevékenységünknek az eredményeit nézem, akkor azt kell mondjam, hogy a Velencei tó környéke, az én szűkebb hazám, az nyertese volt ennek a 8 évnek, hiszen olyan fejlesztések tudtak megvalósulni, amelyekre méltán vagyunk büszkék, és amelyek ennek a kormánynak az elkötelezettségét mutatják meg. Itt a Fehérvár televízióban is már számtalanszor beszéltünk arról, hogy mi minden zajlik, mit zártunk le, mi az, ami előttünk van, hogyha néhány példát kiragadjak a sportfejlesztésektől, a jelenleg is zajló partfalfejlesztésig, amely 14 milliárdos projekt, nagyon sok olyan értéket és eredményt tudunk felmutatni, mire méltán lehetünk büszkék. Ráadásul ez a tó, ez a Velencei tó nem csak az ott élőket szolgálja ki, nem csak a Velencei tó környékén élő polgárok számára fontos, hanem a fehérváriak is magukénak érzik, teljes joggal, hiszen kijárnak a Velencei tó vízisportiskolához kajakozni, kenúzni, körbebiciklizik az új bicikliutunkon, ami már nem is olyan új, már bővítenünk kell, már fejlesztenünk kell, de körbebiciklizik a tavat. Éppen a minap beszélgettünk arról Csepakovics polgármester úrral, hogy a Velencén található a város Székesfehérvár tulajdonában levő tábor fejlesztését hogyan képzelik el, ami a fehérvári gyerekeknek, diákoknak is nagy-nagy örömére lesz. Tehát annyi szállal kötődik a Velencei-től Székesfehérvár egymáshoz, hogy szinte arról lehet beszélni, ez egyfajta egészséges, jó szimbiózis. Igen, és hát mondjuk, hogyha tényleg lesétálunk a tópartra, akkor azért eltűnt az embernek az érzése, vagy eltűnőben van az érzése, mint hogyha egy ilyen retro tó környék is sétálunk. Még sajnos nem. Vannak azért pontok, de azért kezd elosztani bennünk ez a retro érzés szerintem. Rendkívül sok munka és forrás az, ami ehhez kell, hogy a retro hangulat eltűnjön. Azzal együtt, hogy ma divat a retro, azért ha valaki valamit retro stílusban csinál, azzal nem kell, hogy együtt járjon a lepusztultság. Mi elsősorban a Velencétónál a retro hangulatra azt tudtuk érteni, hogy ilyen lepusztult, a 70-es évekből ott maradt elemek találtuk. Ez részben annak köszönhető, hogy voltak olyan vállalkozók, akik a rendszerváltozás időszakában nagyon sok mindent összevásároltak, mondhatnám azt is, hogy összeharácsoltak, és utána ezekhez egyáltalán nem jutottak hozzá, nem fejlesztették, nem fordítottak rá forrást, nem adták el olyanok, akik egyébként szívesen megcsinálták volna. Itt némi elmozdulást azért látok, sok új ember települt a Velencei tó környékére, jelentős tőkével is rendelkező személyek, akik szeretnének fejleszteni, szeretnének beruházni. Most éppen Gárdonyban indult meg, illetve a Gárd központjában az egykori kertmozinak a felújítása egy nem olyan régen oda költözött polgárnak köszönhetően, és még sok-sok hasonló példát tudnék mondani. Tehát ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy az önkormányzatoknak kéne sokkal hatékonyabban föllépni a tulajdonosok irányába, hogy ha már tulajdonod van mondjuk az üdülőkutyán, ha már hotellel, egykori vállalati üdülővel rendelkezel, akkor fordítsál is figyelmet és forrást. Sajnos, hogyha az ember biciklivel elindul a Madárvártától a Gárd központja irányába, akkor látja azokat a régi vállalati üdülőket, amelyek némelyik teljesen lepusztult állapotban összedőlve, romosan állnak. Tehát ezekhez hozzá kellene nyúlni. Itt az önkormányzatoknak nagyon keményen kéne a tulajdonosok fele lépni, mert ez mindannyiunk érdeke, hogy rend legyen a tó környékén. Szóval sok idő és sok munka még, amíg itt a mostani is jelentősebb változás figyelhető meg, de például ezek a turisztikai fejlesztések, amelyek a kormány támogatásának, meg az unió támogatásának köszönhetően valósultak meg az utóbbi években, ezek azért újabb és újabb fejlesztéseket, magánberuházásokat hívnak életre. Gondoljunk csak arra, hogy Pákozdon a biciklút mellett az utóbbi egy évben egy új étterem, egy új cukrászda, egy új kis kávézó nyílt, tehát az emberek látnak ebben fantáziát, csinosítják az ingatlanjaikat.
Ugyanezt tudom elmondani az Agárdi part szakaszon is. És ezt várom a partfalaknak a felújításától is, hiszen nem csak a 70-es években kibetonozott partszakaszok fognak teljesen megújulni, hanem az összes kikötő, csónakikötő is teljesen új korszerű szerkezettel, és majd később vendégmolókkal fogja várni a... Tehát akkor a látvány meg a közérzet is megváltozik. Persze. Ezáltal. És ez aztán arra fogja ösztönözni a magántulajdonosokat is, hogy ők is felújítsák az ingatlanjaikat, lekasszálják a házok előtti szakaszokat, tehát rendet tartsanak maguk körül, és hogy egyébként aki meg szeretne vállalkozni, az a saját vállalkozását is bővítse, csinosítsa. Várjuk, hogy a magyar kormány elfogadja azt a turisztikai tervet, amely a budapesti agglomeráció részeként a Velencei tó fejlesztését is célozza. Ennek köszönhetően strandok és sok minden más is tudna újulni. Tehát kiemelt övezet lesz, turisztikai övezet? Hát reméljük, ugye a közigazgatási államtitkár értekezete még az előző kormányzati időszak végén ez az előteresztés átment. Most egyelőre nyáron, vagy nyárig ez biztos, hogy nem fog a kormány elé kerülni. Reméljük, hogy ősszel újra napirendre tűzik a térségnek a fejlesztését, hiszen a budapesti agglomerációhoz tágabban értelmezve mi is hozzátartozunk, hála jó Istennek, ha csak arra gondolok, hogy az új vonatoknak köszönhetően gyakorlatilag fél óra alatt Budapestre lehet érni a Velencei tó partjáról. Meglepő, hogy ma már nem csak azt látjuk, hogy Velencei tó partján élők ingáznak Budapestre dolgozni, hanem fordítva is mondjuk éppen a Velence Resort & Spa-ba járnak nagyon sokan dolgozni Budapestről, vagy Budapest és Velence közötti településekről. Tehát, hogyha mindezt végig gondoljuk, akkor azt gondolom, hogy helyes az a törekvés, hogy a budapesti agglomeráció részének tekintve a Velencei tó partját is a kormányzat átfogó turisztikai fejlesztéseket támogasson. Ha már turisztikánál és értékek megőrzésénél tartunk, akkor a halászkastély mellett sem mehetünk el szó nélkül, hiszen azért az egy gyöngyszeme lett a tó környékének, mind látványilag, mind pedig kulturális tartalom tekintetében. Nagyon kevés műemlékünk van a Velencei tó partján, vagy nagyon kevés olyan műemlékünk van, amelyek a turisták szeme előtt is láthatóvá vált az utóbbi években. Ugye néhány templom kivételével, ki kell emelnünk a Sokorói református templomot, amely építészetét tekintve is, és hát a történelemben betöltött szerepét tekintve is, hiszen ott volt a nevezetes haditanács 1848-ban, tehát egy jelentős műemléke a tó környékének. De ha arra gondolok, hogy valamikor Velencén, sőt Káponásiken és Pettenden is mennyi kastély és kúria állt, amelyek közül nagyon sok elpusztult a szocializmus időszakában, illetve már a háborúban is, akkor nagyon meg kell becsülnünk azt a néhány műemléket, amely még itt van és felújítható, felújításra vár. Ugye ezek sorában az első a Káponásnyiki halászkastély, amelyben egy valóságos kultúrás központot hoztunk létre, és bizony azt kell mondjam, éppen a múlt hétvégi Levendula Fesztivál, vagy az azt megelőző napi kiállítás megnyitó kapcsán, hogy a székesfehérváriak is egyre szívesebben látogatják. Nem olyan régen az Alba Régia zenekarnak volt koncertje, egy gyönyörű szép Mozart estet adtak, több mint 200 fizető vendég volt a szabadtéri koncerten a kastély kertjében. Hát erre azt kell, hogy mondjam, hogy egy akkora város is büszke lenne egy ilyen közönségre, fizető közönségre, mint Székesfehérvár, úgyhogy örülök annak, hogy ilyen jól együttműködik a kastély és Székesfehérvár kulturális intézményei. De van még bőven felújításra váró ingatlan, Velencén ott van a Meszlényi kastély, ami végre tulajdonost váltott, remélhetőleg annak a felújítása is meg fog történni, mert 25 éve nem nyúltak hozzá, teljesen lepusztult. Ott van a Hausmann kastély, amelyhez hozzá kéne nyúlni a tulajdonosát, sajnos egyelőre nem foglalkozik vele, mégiscsak az egyik legnagyobb magyar műépítészről, a Műegyetem egykori rektoráról, a Néprajzi Múzeum is a budavári palota tervezőjéről beszélünk, akinek egyébként itt a közelünkben is van remek alkotás, ugye a Kéglő kastély csalán, szintén az ő tervei alapján. Szintén nem szép állapotban. Hát nem bizony, úgyhogy ahhoz is hozzá kellene nyúlni, de az is magántulajdonban van, egy német tulajdonos kezében. Szóval van még mihez hozzányúlni. Most, hogy a Halász kastély felújítása befejeződött, és a környező melléképületeknek, szintén műemléképületeknek a felújítása zajlik, azért nem menjünk el amellett, hogy a kormány több mint 400 millió forinttal támogatja a Káponásnyéki Vörösmarty Emlékmúzeumnak a felújítását. Hát nem csak a múzeum, ez egy klasszicista kúria, amelyben Vörösmarty Mihály kisgyerekkorától élt, rossz a tábla rajta, azt majd le fogjuk venni, hogy az a szülőháza, mert nem abban a házban született, de ennek az épületnek a teljes felújítása is meg fog történni az előtte levő
romos épületeknek az elbontása meg fog történni, és egy 10 hektáros angol parknak a kialakítása, a régi park tulajdonképpen fog megújulni, vagy újra elénktárulni egy szabadtéri színpaddal, tehát ez mind az elkövetkezendő másfél szűk két évben meg fog valósulni az Orbán kormány támogatásának köszönhetően, de megemlíthetem még a Bencehegyi Vörösmarty pincének a felújítását, ami rendszerváltozás óta zárva van, valamikor egy nagyon szeretett kultikus vendéglátóhely volt, hogy ez Vörösmarty Mihály saját tulajdonú pincéje volt, most magántulajdonban van, ennek a felújítása is zajlik, ennek a szakma irányításában én is részt veszek, mert nagyon szeretném, hogyha tényleg ezt a gyönyörű pincét megfelelő módon tudnánk felújítani. Kívülről már kész van, most a belső felújítása zajlik. Tehát nem csak mi emlékeket újítunk föl, hanem épülnek új épületek is, amelyekre büszkék lehetünk. Hát egy valóságos ikont, egy kortárs építészeti jelet sikerült létrehozni a Bencehegyen az új kilátónak az átadásával, ami mégiscsak Vadexnek és Majoros Gábor vezérigazgatónak az érdeme, hiszen ő volt a kezdeményezés, aztán fogtunk össze és hoztuk létre azt a bizottságot, amelyet én vezettem, és több mint 160 pályaműből választottuk ki azt a munkát, amely végül megvalósult. Tehát hála Istennek olyan új épületek is létrejönnek, amelyeknek a jelentősége túlmutat a mi vidékünknek a nagyságán és tényleges erején. Tehát akkor tervek és feladatok vannak itt az elkövetkező időszakra, mondhatjuk ezt? Bőven vannak, igen, és hát hála Istennek most nekem is van energiám, mert a parlamenti munka az most annyi figyelmet és annyi lekötöttséget nem igényel, mint régen. Ugye az elmúlt két ciklusban nagyon sok pozícióban dolgoztam, voltam miniszterhelyettes, államtitkár, kormánybiztos, megcsináltam a Várbazárt, de most a Parlament Kultúrás Bizottságának alelnökeként tevékenykedek, amely nagyon megtisztelő feladat, de mégiscsak több időt tudok fordítani a saját lakóhelyünkre, több energiát tudok erre fordítani, és hát remélem, hogy ennek az elkövetkező 4 évben is hasznát fogják látni az ott élők. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, tehát rendszeresen beszámolunk majd a környékéről. Köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Esti Mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!